Egyébként? Nem annyira. Everybody is in the house. Yeah. Ja, segítsen. Ja, ez nem az a buli. Ezt ki kell próbálnom, mert ne arra ugyatok. Ez az. Mert ez. Na most, jaj, értem, fölfel akartam. Na sziasztok! De Szabó Lőrinc volnék, Lórinak ismernek általában, így van, akik már korábbról. Gyakorlatilag 12 éves korom óta programozom. Ez az életcélom gyakorlatilag, sőt, megpróbálom megvalósítani azt, ami. És mindig így megpróbáltam azt az irányvonalat követni, ami minél a hardware-ebbhez közeli, tehát minél jobban, közelebb van a, mondjuk, hát a szívemhez közel álló X86 architektúrához. Ez gyakorlatilag meg is valósult álmaim valójában a Google Chrome nevezetű böngészőben, amit ismertek. Rohadtul open source, ja, lazába hegesztetsz, ugye ezt így tudjátok. Fut mindenféle platformon, amit ismertek, és van egy ilyen modulja, amit úgy hívnak, hogy Native Client, amit gyakorlatilag támogat a Chrome Web Store-on keresztül. Definitív egyébként meg, hogyha bekapcsoltatjátok a klienseitekkel, akkor bármelyik Google Chrome támogatja. Voltak éppen ez egy sandbox-i, gyakorlatilag natív kód futtató cucc, ami 8x86 és az ARM architektúrán él. És most lefele gombot kell nyomnom, mert én erőszakoltam a fölfelé. Szóval, mik az előnyei? Egyrészt az, hogy sokkal gyorsabb futást tesz lehetővé. Ez azt jelenti, igen, ez a kis viccesség, ez csak vicces, vagy ha esetleg úgy érzitek, hogy erősebbek vagytok, mint a compilerek, de ma már nem. Sokkal gyorsabb futás lesz lehetővé, mint mondjuk a V8, vagy bármelyik Just-in-Time Java compiler. Konkrétan az, hogy natív kódban fut, a processzor annál nincsen gyorsabb. Ez magáért beszél. Illetve hát egy olyan nyelvet kell használnod, ami mondjuk, hogyha például játékfejlesztő vagy, akkor simán C vagy C++, nem pedig Java, vagy egy olyan dolog, amihez hozzászoktál. Ami erre fordul, az működik, mármint hogy precompiler szinten. Mi a hátránya? Van pár dolog, van egy fejlesztési idő nevezetű mitosz, amit ugye az előbb már végig is félig kifejtettem, gyakorlatilag arról szól, hogy amit képvisel az ember, gyakorlatilag nem mindegy, hogy milyen embert, milyen célra használunk. Voltak éppen simán elképzelhető, hogyha játékfejlesztésre vagy, és egy erős C++ developer találsz meg, akkor voltak éppen neki egy Java kód, az gyakorlatilag haláltábor, vagy csinálni egy flash plugin-t, de igazából, hogyha oda helyezed a széke elé, amit gyakorlatilag ez, akkor simán tud egy játékot neked odaírni. Ez egyébként nagyrészt ennek a native client-nek ez lesz a piaca. Felmerül persze a security kérdés, és ezen sokat gondolkoztam, hogy hát majd mit fogok erre válaszolni, hogy biztos-e erős az a sandbox, ami megvéd akkor, hogy a natív kód gyakorlatilag a böngészőben fut, mi történik akkor. Igen, a Wupen tényleg fölkúrta nem olyan régen, körülbelül egy hónappal ezelőtt, vagy kettő, talán így gyakorlatilag a Google Chrome-ot, úgy, hogy van tokkal vonóval Windows 7 alatt. Ez való igaz, de a napokban derült ki, és ez a javamra szolgál, ugyanúgy a Java-ról is kiderült, hogy gyönyörű szépen meglett, mindenki szedje le a Java-t a gépéről, hogyha nem akar biztonságba kerülni. Tehát innentől kezdve, hogyha valaki igazából a biztonságra tört, tehát hogy is mondjam, ha nem akarsz elesni, akkor ne gördeszkázz. Tehát ennyi. És hát a harmadik kérdés, hogy igen, 80x86 meg arra. Hát lehet, hogy ez igen, nem platform agnosztikus, de multiplatform, és gyakorlatilag minden erről szól. Ha valaki tud nekem egy olyan platformot mondani, ami böngészésre használt, és nem 88-6 alapú vagy ARM, akkor azt meghívom majd utána egy sörre. Na, a gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy mert ugye még egy réteget kihagytam, az kb. Arról szól, hogy
gyakorlatilag arról szól, hogy is teremtsük meg ezt a kapcsolatot, mert tök jó, hogy ott van a natív kód, amit megírtunk, C++, értünk hozzá, de hogy érünk hozzá az operációs rendszerhez. Ebben az esetben gyakorlatilag a Pepper API, ami biztosítja nekünk ezt az operációs rendszert, effektív, jól látszik, igen, ja, nem látszik jól, de gyakorlatilag a file rendszert, vagy mondjuk az audio API-t, vagy például a videóhívásokat, ez legyen 2D vagy 3D, tehát nyugodtan rá lehet feküdni a GL témára, OpenGL, hadd szóljon, azt így meghívja, és hát a sárgán még látszik, HTML, ES, tehát gyakorlatilag konkrétan, hogyha esetleg ez egy beépülő cucc lenne, akkor igazából csak annyit tudunk kommunikálni a weblappal oda és vissza, teljesen hibátlan módon. Kb. Ez a Pepper API. És hát lássuk, itt jönne egy ember, aki segít nekem, mert a Macihoz nem értek, aki megmutatja, hogy ez hogy néz ki a gyakorlatban, a Bastion nevezető játékból, ami a Google Chrome Web Store-ból elérhető, abból fogunk látni egy részletet. Így néz ki egy igazi natív client alkalmazás. Ja, senkit ne tévesszem meg, hogy pressz A, B, mert ezt kidobták Xbox-ra is, és most a videó gyakorlatilag egy Xbox rip lesz, de ettől függetlenül bárki lecsekkelheti önmaga, Chrome-on ugyanígy néz ki, zsír. Na? Bocs. A csodafegyver. Nincsen, azt mondták, hogy majd vagy szinkronizálok, vagy pedig ott tartom. Miért akarnék mást megjeleníteni a böngészőben, mint egy weblapot? Hülye vagy van? Mert erre valóban a világ. Összehasonlítást adni a WebGL és az OpenGL performance között. Tehát arról szólt, hogy ez egy natív dolog. Tehát a WebGL-nél valószínűleg gyorsabb lesz, de egyébként nem. Csak annyival lesz gyorsabb, amennyi az elérés. Tehát konkrétan nyilván a böngészőben WebGL van, tehát muszáj ezt neki csinálnia. Illetve hát mégis ahogy nézzük, mert elképzelhető, hogy a WebGL szerintem, az elméletem szerint, egyébként ezzel többen hadilában állok, szerintem az OpenGL-re fordul belül, úgyhogy nem tudok neked erre konkrétat, rámérhetünk, de igazából ez natív client, úgyhogy csekkeljük rá. Viccből, ha tudok rá infót, akkor szólok róla, mert én is kíváncsi lennék rá, hogy... Jössé. A
security-t említetted, és most, hogy itt csak az elmúlt egy hétben két Java exploit-tal terjedtek, nagyon csúnya kódok. Te javasolnád az átlag felhasználók, hogy mint mondtad, be kell kapcsolni ezt a native client-et, hogy bekapcsolja a böngészőjén minden napja használatba a native client-et? Az volt a kérdés, hogy tekintettel arra, hogy a Java-nak az elmúlt héten két olyan durva exploitja volt, én javasolnám el az embernek azt, hogy kapcsolja el a native client-et a böngészőjén. Nem. Én akkor javasolnám, ha az ügyfelem, és tudom, hogy mit csinálok. Tehát, hogyha én csinálok egy kódot, egy applikációt az ő böngészőjében, akkor én kérném rá, hogy kapcsolja be. Egyébként meg, ha a Google Web Store vagy a Chrome Web Store-on keresztül megy, akkor úgyis menni fog. Csak akkor kell külön bekapcsolnod, hogy A. ha te fejlesztesz, B. hogyha olyan embereknek, tehát hogy lokál webben használod például. Az a kérdés, hogy mi akadályozza meg a akármilyen developert abban, hogy feltöljön valami olyan kódot, ami mondjuk bedarálja a kliens gépét egy pillanat alatt. Ötletem sincs. Konkrétan, vagy feltetőleg, amikor te a Google Web Store-ba felteszel alkalmazást, neked effektív azt, tehát a vállalat kell a felesére, hogy te idél ennyi. Tehát konkrétan szerintem meg fognak találni, aztán megtalál 400 ezer alkalmazó felhasználó, ott lakik a Pöttyös utca 4-ben, bum, ugye kb. Ennyi. Valamelyik ötök leghátsa, akkor hogy mondjad. És az arról szólt, hogy gyakorlatilag ez egy videó volt, egy bejátszás egy Xbox történetre, ami nem hallatszott egyébként, mert oda tartotta a mikrofon. Tehát ezt mondtam közben egyébként, hogy attól függetlenül, hogy ez egy Xboxból bevágás volt, nem kell parázni, bárki kipróbálhatja, regisztrál, Bastion, Bastion, mint Bástya, így kell fordítani. Ezt letölti Google Chrome-ban, meg tudja nézni a saját böngészőjében bátran, hibátlanul működik. Komolyan mondom, ezt, tehát én azért hiszek ebben, mert láttam azt, hogy most ezt a videót sikerült kivágnom, ezért exkluzáltam, csak pont oda kellett tartanom a technikai körülmények között, de ez ugyanígy néz ki. Tehát, hogy hidd el, de próbáld ki otthon, és megy. Nincsen bajom. Még egy kérdés, ez az utolsó. Ja, értem, hogy erre gondolsz. Hát figyelj, ez úgy néz ki belül gyakorlatilag, hogy amikor te megírod a CC++ kódot, akkor gyakorlatilag ez lefordul normális esetben x86, amire szeretnéd, de igazából. Tehát lefordul minden platformra, illetve multiplatformra, tehát hogy i386, x86-64, ha kell ARM-ra, vagy bármi. Innentől kezdve te neked a kódodban if the fun, és nyugodtan tolhatsz bele ASM-et, hogyha te szeretnél izét. Erőszakottól venni rajta. De ugye cím, mondom, nem vagy erősebb már, mint a compilerek. Ezt 10-15 éve biztosítom. Tehát ezt komolyan mondom, bebuktam már többször, és utoljára fél évesen. Azt hiszem, hogy akkor végeztünk nagyjából. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, és Lóri is itt a